Lenácizták a Corvinus Egyetem rendezvényén Gaudi Nagy Tamást, a Jobbik országgyűlési képviselőjét. A politikus Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együtt vett részt a Tárcatükör című hagyományos vitafórumon, de a bejáratnál több tucat tüntető állta el az útját. A demonstrálók transzparenseket hoztak magukkal, és a rasszista, illetve náci szavakat skandálták. Amint egy két órás vitát többször is bekiabálásokkal zavarták meg. A rendbontókat a biztonsági szolgálat emberei vezették ki a teremből. Gaudi Nagy Tamás nevetségesnek és alaptalannak nevezte a tüntetők vádjait. Nevetségesnek gondolom. Tehát aki ismeri a munkásságomat, tudja, hogy nemzeti jogvédőként mindig is a emberi jogokért álltam ki, akkor is, amikor a Gyurcsány szemkövető rendőreivel szemben kellett megvédeni magyar embereket, vagy most, amikor gárdistákat, vagy éppen hazafiakat védek, vagy támogatok, mint például Budázi György. Csak azt tudom mondani, hogy ez egy szegénységi bizonyítvány, aki ilyen jelzőket úgy alkalmaz, hogy nem vizsgálja meg, hogy többek között mondjuk Gyurcsány Ferenc és társai, akik terrorcselekményt követtek el 2005 őszén, vajon mit tettek Magyarország ellen, és mire inkább az ő házuk táján vizsgálódnak.